A Mindenki Akadémiája színpadán Nagy Veronika, muzeológus és előadása Tudomány a gyerekszobában, a porcelánbabák története. Köszöntöm Önöket! Bizonyára Önök közül is sokan úgy gondolják, hogy a játékok csak a gyerekek számára készülnek. Ez alapvetően így is van, de azért a tudomány ott van mindenütt, még a gyerekszobában is. Talán nem is gondolnánk, hogy egy gyerekszoba milyen kitűnő terepe lehet a társadalomtudományos kutatásnak. Székesfehérvár romantikus utcái és macskaköves terei számos történetet őriznek. Egyik ezek közül egy ismerős, mégis ismeretlen világba kalauzolja a tudomány meséi iránt érdeklődőket. Szia! Szia, a történet egyik főhőse Nagy Veronika, muzeológus, a Hetet Hét Játékmúzeum szakmai vezetője. Reggelente én szoktam először érkezni, felmehetnék lifttel is az irodába, de szeretek végig sétálni itt a kiállító térben a tárgyak között. A másik pedig egy páratlan magángyűjtemény, amelyben a gyerekjátékok műkincsek. Ez egy németországi biszkvit porcelánbaba, valószínűleg Armand Marseille a gyártója, de ezt még nem tudom biztosra, mert ehhez a jelzését kellene látni. Veronika már évek óta foglalkozik a játékok izgalmas világával. Muzeológusként a Moskovszki gyűjteményt kutatja. Én ilyenkor sokszor gondolok arra, hogy vajon hány kislánynak a kezén ment át ez a baba az alatt, amíg idáig eljutott, és hogy mi itt végül megőrizzük. És nyilván ők nem gondolták, hogy ilyen nagy becsben tartja majd az emberiség ezt a babát. Az Európa szerte elismert polgári játékgyűjteményt Auer Erzsébet és leánya Moskovszki Éva gyűjtötte. 2012 óta a Hetet Hét Játékmúzeumban látható állandó kiállításba rendezve. Ez is jó. Jó, akkor. Ez is jó. Mert ez igazán jól látszik, akkor rakok ide. Az itt dolgozók munkája, hogy ezekből, a ma már műkincsnek számító tárgyakból kiolvassák a tudomány sorait. Sőt, a játékoknak nagy hasznukat veszik a múzeum pedagógiában is. Nekem az a feladatom, hogy a muzeológus képvisel, kikutatott, azt adja át a gyerekeknek. Itt aki fekszik, ő az Anna. Ő miért fekszik? Azért, mert álmos, mert ő még kisebb, ilyen 5 éves, és nagyon elfáradt. Elfáradt is az. Ez idő alatt pedig Vera a kiállítást rendezi és rendszerezi. Ma azonban azért érkezett a Mindenki Akadémiája pódiumára, hogy megmutassa, a gyerekjátékok, különösképpen a porcelánbabák társadalmi vonatkozású történetek tudói. Gondoltak-e vajon Önök már arra, hogy a boldog békeidőkben vajon miért volt olyan népszerű játék a porcelánbaba? Vajon mi lehetett a sikerének a titka? Vagy gondoltak-e arra, hogy minden játékszer a felnőtt világot tükrözi? Akár igen, akár nem, én most arról fogok Önöknek beszélni, hogy miért fontos mindez a társadalomtudomány számára. Abban, hogy én muzeológus lettem, abban nagyon nagy szerepet játszott az, hogy az édesanyám a Szent István Király Múzeum könyvtárosa volt 30 éven keresztül. Lényegében a múzeumban nőttem fel. Nagyon hamar már általános iskolában kijelölte számomra azt az utat, hogy majd a gimnázium után én biztos, hogy néprajzszakra fogok menni. Erre már Debrecenben került sor. Aztán Veronika, amint csak lehetett, vissza is tért Székesfehérvárra. De hogyan vált a néprajzosból a játékok szenvedélyes kutatójává?
2007-ben, amikor én egy multinacionális cégnél dolgoztam, nem volt a városban más lehetőség, ugye itt akartam mindenképpen élni az életemet, akkor talált meg az a lehetőség, hogy a Moskoszki gyűjteménynek a gazdája lehessek, és én ennek nagyon örültem, mert akkor az első gyermekemmel egy kislánnyal voltam éppen várandós, és babázásra készültem. Veronika múzeológusként feladatának tekinti a teljes gyűjtemény feldolgozását, de a babák állnak a szívéhez a legközelebb. A baba eredetileg bálvány. A korai, akár őskori vagy ókori babák nagyon sok esetben ugye valamit szimbolizálnak, és mint bálványra, mint idolra néznek az emberek. A gyűjteményben is van olyan baba, ami idolnak tekinthető. Jenny Lindnek hívják, egy svéd énekesnő volt, aki árvaházban nőtt fel, de óriási karriert futott be. Sokan versengtek a kegyeiért, zeneszerzők, állítólag Mendelssohn is szerelmes volt belé, Chopin is, és Moskoszki Éva azt mesélte róla, hogy Andersen róla mintázta például a Rút kiskacsát. A merev porcelán testekbe rejtett mesék olyan információk, amelyek a Veronikához hasonló, elkötelezett és szenvedélyes szakemberek kezében a kultúra és a tudomány részévé válnak. A Mindenki Akadémiája színpadán Nagy Veronika, múzeológus és előadása Tudomány a gyerekszobában, a porcelánbabák története. A Moskoszki gyűjtemény egy nagyon értékes és izgalmas játékgyűjtemény. Egyetlen család gyűjtötte össze ezt a sok játékot, amely benne található, körülbelül 5000 darab tárgyról beszélünk. Moskoszki Éva és ő édesanyja, Auer Erzsébet gyűjtötték a tárgyakat. Az 1920-as évektől kezdve Moskoszki Éva 2010-ben bekövetkezett haláláig. De ezek a hölgyek nem csak gyűjtötték a játékokat, hanem kicsiny életvilágokat, babaszobákat rendeztek be belőlük. A tárgyak 19. század polgári játékkultúráját tükrözik elsősorban, de 18. és 20. századi darabok is vannak benne. És bár a gyűjtőknek a szándéka, az eredeti szándéka, az nem a dokumentálás volt, nem a hiteles dokumentálás, hanem sokkal inkább a játéktevékenység, mégis az ő hihetetlen szakértelmüknek és ízlésüknek köszönhetően ezeken a kis babaszoba enteriőrökön keresztül megismerhetővé válik a polgári életmód számos aspektusa. Leginkább a lakáskultúra, a háztartás, a divat, de ezzel összefüggésben az illem, a viselkedés, mondhatjuk úgy, hogy a polgári mentalitás. Mert a játék magába foglal mindent, ami az élet. A játék minden korban, minden korszakban és mindig a felnőtt világot tükrözi, lényegében a felnőtt világ kicsinyített mása. És éppen ezért a legtöbb játék alapvetően realisztikus. A 19. századi játékok és benne a Moskoszki gyűjtemény tárgya is alapvetően realisztikusak. Ebben az időszakban még sokkal inkább elkülönültek egymástól a fiú és a leány játékok. A lányok legkedveltebb játékszere nyilván a baba volt, és a hozzá tartozó szerepjáték, amely évezredek óta jelen van az emberiség kultúrájában. A babázás egyetemességének az lehet a legfőbb oka, hogy megélhetővé teszi már gyerekkorban, a kislányokban már gyerekkorban jelenlévő természetes anyaösztönt. És ezáltal a babával való játék során a kislányok természetes módon átteszik a baba gyerekecskéjükbe azokat a tapasztalatokat, amelyeket ők maguk is megtapasztalnak az anyai gondoskodás során. És ezért alkalmas a játék arra, a babával való játék arra, hogy olyan belső értékeket alakítson ki a gyermekben, mint amilyen például a gyengédség, a türelem, a szelídség vagy a gondoskodás. És alkalmas arra is, hogy olyan külső készségeket tanuljon meg általa a gyermek, mint amilyen például a jó megjelenés, az öltözködés, a tisztaság vagy a háziasság. És amíg a kislányokat a babával való játékkal a felnőttek ugye háziasságra, gondoskodásra igyekeztek nevelni, addig a fiúkat pedig valamilyen vezető szerepre készítették fel. Ezeket a szerepeket a fiúk nyilván arra törekedtek a felnőttek, hogy majd a gazdaságban, a politikában vagy a tudományokban felnőttként betöltsék. És ehhez a társadalom megteremtette a szükséges játékszereket. Például az ólomkatonák akár, de a bonyolult mozdonymakettek, a gőzösök, az optikai játékok, és majd fogjuk látni, hogy a technológiailag folyamatosan tökéletesedő babák is mind-mind ugye a gyáripar dominanciáját hirdették. Mert az ipari forradalom kiteljesedésével, a gyáripar előretörésével, a kereskedelem fejlődésével
új anyagok és új technológiai megoldások jelentek meg, és a felnőttek életében ezek egyre fontosabbá váltak. De ugyanígy a játékiparban is egyre fontosabbá vált a technológiai tökélyre való törekvés. A Moskovszki gyűjtemény gondozó múzeológusként nekem az az elsődleges feladatom, hogy a tárgyakat és köztük a babákat is meghatározzam. És hát a lehető legtöbb információt kiderítsem róluk. Ezek az információk elsősorban a baba készítési helyére, az idejére, az anyagra, a gyártás technológiára vonatkoznak, valamint ugye nagyon fontos a test és a fejtípus meghatározása, az arcvonások pontos leírása, az öltözet meghatározása, és a tarkon lévő jelzésnek a leírása, minden baba. Itt, amit látunk, ez egy francia masétestű biszkvit porcelán baba, egy BB típus, erről fogok majd még beszélni, és a tarkó jelzése alapján meg tudjuk állapítani róla, hogy a francia párizsi Jumeau nevű babagyár terméke, ott készült ez 1890-es években. De a babák sok minden másról is képesek mesélni ezeken a leírandó adatokon túl, méghozzá korszak életmódjáról, gyermekszemléletéről és mentalitásáról is. Mert a babával való játék alapvetően csak az alapfunkciót tekintve egyetemes. Ez azt jelenti, hogy minden társadalom elvárja a lánynak született gyermektől az anyaságot és a hozzá kapcsolódó háziasszony szerepet, és meg is teremti ehhez minden társadalom a megfelelő babákat, de hogy ezeknek a szerepeknek mi a pontos tartalma, az különbözhet a különböző társadalmakban. Talán úgy lehetne ezt egyszerűbben fogalmazni, hogy minden társadalom baba kultúrájába bele van kódolva az adott társadalom gyermekszemlélete, tehát az, hogy mit vár el a gyermektől, illetve a baba segítségével szocializálódó felnőttől. A porcelán babák a 19. század második felében és a századforduló tájékán luxusjátékszernek számítottak. Milliószámra gyártották őket, és ma már nagyon idegennek érezzük ezeket a babákat a gyermekek világától, de a saját korukban rendkívül sikeresek voltak. Németországból és Franciaországból eljutottak Magyarországra is, és a magyar polgári családok gyerekszobáit is benépesítették. A kérdés az, hogy mi volt a sikerük titka? Miért voltak annyira népszerűek? Mit akart üzenni a társadalom rajtuk keresztül a leendő nőknek? És az is érdekes kérdés lehet, hogy hogyan változott meg ez az üzenet az elmúlt évtizedek alatt. Az első porcelánbabák, amelyek megjelentek a piacon, ezek mázas porcelánbabák voltak, és nagyon érdekes, hogy nem a játékgyártó üzemek kezdték el ezeket készíteni, hanem háztartási porcelángyártó manufaktúrák. Látjuk, hogy csillogó, fényes a felületük ezeknek a babáknak, ugyanúgy, ahogy a tálaknak az ebédlőszekrényben. Ezek válas fejek voltak. A korábbi elsősorban fa, biasz vagy papírmasé babákhoz képest nagyon sok szempontból jelentettek újítást. Sokkal tartósabbak voltak. Vajon miért? Hiszen a máz alatt volt festve az arcuk, tehát nem kapott le róluk a festék, mint például a fa babákról. Szilárdak voltak, tehát nem olvadtak el például úgy, mint a viasz babák a kályha melegénél. És mivel a testük bőrből vagy kelméből készült, ezért variálhatóak voltak. Tehát, hogyha elhasználódott a test, vagy eltörött a fej, akkor egész egyszerűen kicserélték. Ez forradalmi újítást jelentett akkor abban az időben, 1840-es években, és ami még fontos, hogy a porcelán fehér színe tökéletesen tudta ábrázolni a korban divatos fehér bőrszín. Azt is látnunk kell, hogy ezek a babatestek, ezek rugalmasak voltak, hajlékonyak voltak. Ezeket a babákat kitűnően lehetett öltöztetni és ruhát varni nekik, és ezáltal a kislányok be tudták gyakorolni azokat a praktikákat, fortélyokat, amelyekre nagy szükségük volt felnőttként. Ezek nélkülözhetetlenek voltak akkor, amikor majd hölgyekké váltak. Az is nagyon fontos, hogy ezek az első mázas porcelánbabák, ezek szinte kizárólag hölgyeket mintáztak, tehát ebben a korszakban még csecsemő vagy kisgyermek babákkal egyáltalán nem találkozunk. És hogyha megnézzük itt ezt a bőrtestű mázas porcelánbabát, akkor észrevehetjük, hogy ez a fűzővel elszorított derék milyen kísértetiesen hasonlít a későbbi Barbie babáknak a fogyókúrával elszorított alakjára. Körülbelül 2 évtizeddel később a mázas porcelán babák mellett egy új anyag jelent meg a babagyártásban, ez pedig a biszkvit porcelán. Ez már nem háromszor égetett mázas, fényes felületet jelent, hanem 2-szer égetett porcelánt,
amely sokkal jobban hasonlít az emberi bőrszínre, sokkal realisztikusabb. Ezzel az anyaggal olyan finom modellálást és olyan valósághű színezést tudtak elérni a babagyártásban, amit korábban egyáltalán nem. Az anyag újdonsága nagyon sok más technológiai újítást is magával hozott. A fej forgathatóvá vált, és a fejtető levágásával behelyezhetővé váltak az üvegszemek, ami azért fontos, mert ugye a korábbi festett szemekhez képest lényegesen valósághűbbnek, realisztikusabbnak hatott a baba. És megjelentek a modellált frizurák helyett a valódi hajból vagy moherből készült parókák. De nem csak az arcok és nem csak a fejek változtak meg, hanem a testek is. A bőrtesteket, kelmetesteket felváltotta a fa vagy papírpép alapú úgynevezett massza vagy masétest, amelynek a legfontosabb jellemzője az az, hogy a végtagok mozgathatóak. Gömbcsuklók és egy gumiszalag segítségével ezek a babák tulajdonképpen bármilyen testhelyzetbe beállíthatóak, és ezeket a testhelyzeteket meg is tudják tartani. De azért a mázas porcelánbabák nem tűntek el, ez a kétfajta babatípus egymás mellett létezett nagyon sokáig, évtizedekig akár, de folyamatosan csökkent a kereslet a mázas porcelánbabák iránt. A bészpit porcelánbabák viszont, ugyanúgy, ahogy a korai mázas porcelánbabák, még itt is hölgyeket mintáztak. És a gyártók, elsősorban a franciaországi babagyárak nagy hangsúlyt fektettek a babák ruhatárára és kiegészítőire is. Ebben az időszakban még Franciaország uralta a babagyártást, és a francia divatbaba fogalommá vált. Millió számra gyártották, és ezek a babák eljutottak Európa minden területére, sőt, még Amerikába is. Nem volt ez annyira nehéz Franciaországnak, hiszen Franciaországban a divat és a baba már évszázadokkal korábban is összekapcsolódott. A 17. században már készültek olyan babák, amelyek egy bőrönnyi ruhával rendelkeztek, és az volt a céljuk, hogy kvázi a divatlapok helyettesítőiként eljuttassák ezeket a világ minden tájára, hogy ugye a párizsi divatot közvetítsék mindenfelé. És aztán a későbbi, már játékszerként készülő biszkvitporcelán babáknál is nagyon fontos szempont volt a divat megjelenítése. Miért is? Mert egy jómódú családból származó kislány számára az ő nevelésében nem az volt a fontos, hogy ő majd jó anya legyen, hanem hogy partiképes legyen. Hogy a család társadalmi rangját férje oldalán, de vagy megszerezze, vagy megtartsa. Ez volt a fontos, és ehhez nem csecsemő babákra volt szüksége, vagy nem kisgyermek babákra, hiszen a gyermekek nevelését ennél a társadalmi rétegnél a dajka végezte. Sokkal fontosabb volt az ő nevelésében, hogy illemet, jó modort, jó megjelenés művészetét sajátítsa el, és ehhez tökéletesen alkalmas volt egy baba, egy bőrönnyi ruhával és rengeteg kiegészítővel. Ezzel a szülők nagyon könnyedén belecsepegtethették a gyermekbe, hogy majd később milyen hölgy váljon belőle. És ez a folyamat csak nagyon lassan változott meg, de a korszak babái nagyon szépen elmesélik, elmondják nekünk, hogy hogyan változott meg ez a folyamat, és az anyaság, mint felkészülést igénylő női szerep, hogyan vált a nők életében egyre fontosabbá. Ennek a folyamatnak fontos állomása volt az 1878-as párizsi világkiállítás, ahol a már említett Jumon nevű babagyár BB-nek nevezett francia biszkvitporcelán baba arcokkal állt elő, baba fejekkel, amelyek ugyanúgy a legújabb francia divat szerint voltak öltöztetve, viszont a tekintetük változott. Azt látjuk rajtuk, hogy 7-8 éves kislányokat ábrázolnak, tehát sokkal gyermekszerűbbek. Sokkal inkább közel állnak a gyermekek világához. Óriási sikere volt ennek a babának, ennek a babatípusnak, és a nagy nevű németországi gyárak is elkezdték másolni ezeket a babákat, sőt Németország rövid időn belül át is vette a vezetést a babaiparban Franciaországtól. A tömeges termeléssel egyre több baba került a gyerekszobákba, tulajdonképpen státuszszimbólummá vált, amely a vagyon mértékét és az életszínvonal minőségét jelezte, most már a gyermekek szintjén is. Kritika is érte ezt a babatípust már a saját korában. Elsősorban a pedagógia és a pszichológia oldaláról bírálták, és a bírálatok arról szóltak, hogy alapvetően a fényűzéskényszert, a luxusra való hajlamot erősítik ezek a babák a kislányokban. És hát háttérbe szorul a gyermeki fantázia és a kreativitás. Amit észre kell vennünk ezekben a bírálatokban, az a századforduló tájékára egyre inkább felerősödő reformpedagógia elvei, amelyek ugye már arról szólnak, hogy
Az öntevékenység, az önállóság, a gyermeki szabadság az, ami fontos, sokkal inkább, mint a korábbi parancsra és engedelmességre épülő nevelési elvek. A mai szemléletünkkel nézve nyilván nagyon könnyű egyetérteni ezekkel a bírálatokkal, de azért ne felejtsük el, hogy a 19. század második felében egy nő számára a legfontosabb cél az a házasság volt. Biztonságot jelentett anyagi és erkölcsi tekintetben is, és a megfelelő férj kiválasztásának a legfontosabb eszköze az mindenképpen a jó mód és a szépség volt. És ehhez kulcsfontosságú volt egy teljes ruhatárral és különböző kiegészítőkkel, ékszerekkel rendelkező baba. Mert ennek a segítségével tökéletesen meg lehetett tanulni azokat az elég bonyolult és összetett öltözködési szabályokat, amelyeket a társadalom elvárt a hölgy tagjaitól. És hogyha ehhez még hozzátesszük azt is, hogy a korabeli tanácsadókönyvek, nevelési tanácsadókönyvek a szépséget a tisztasággal együtt alapvető emberi értéknek tartották, akkor tulajdonképpen nem is csodálkozhatunk azon, hogy a női hiúságot is beleszületett pozitív értékként, pozitív tulajdonságként tartották számon. És persze lehet ebben férjvadászatot elősegítő női rafinériát sejteni, de én azt gondolom, nem erről van szó, sokkal inkább tudatos életvezetésről, amely a korszak gazdasági társadalmi berendezkedésében gyökerezett. A baba evolúció következő lépéseként az 1880-as években már hosszú ruhás csecsemő babák is megjelentek, és a kislánybabák, a francia bébék arcáról pedig fokozatosan eltűnt az az elvont, idealizált báj. És helyette különböző karakterű, valódi gyermekekre hasonlító babák születtek. Mert ugye talán emlékszünk rá, hogy a mázas porcelánbabák és a biszkvit porcelánhölgybabák, illetve a zsümó francia bébék világában nagyon fontos volt a gyártók szempontjából a realisztikus megjelenítés, a valósághűség. Ez így is van, de a mai szemléletünkkel nézve, hogyha megnézzük ezeket a babákat, már a 19. század végi vagy második felében jellemző babákat, akkor valami azért hiányzik az ő arcukról, de hangsúlyozom, hogy csak a mai szemléletünkre kell nézve. Méghozzá az érzelem, a hangulat, talán úgy is mondhatjuk, hogy az őszinteség. És ez az, ami a 20. századra megváltozott. A 20. századi úgynevezett karakterbabákon már azt látjuk, hogy hangulat, érzelem van az arcokon, ezek a babák már nevetnek, sírnak, énekelnek, ásítanak, néha morcosak, ugyanúgy, ahogy a valódi gyerekek. És a csecsemő babáknak a megjelenése az mindenképpen már a női szerepek megváltozását jelezte, hiszen a férj oldalán csak a reprezentációban kibontakozó nő szerepét egyre inkább átvette a háziasszonyszerű nő. Egyre inkább előtérbe került a háztartás, az otthon, a család, és ehhez egy új babatípus kellett. A csecsemő babák több mint fél évszázadra háttérbe szorították a hölgybabákat, hogy aztán azok majd jó nagy erőkkel újra visszatérjenek, méghozzá Barbie-val. 1959-ben a Barbie babát létrehozó cég óriási innovációja volt az, hogy felnőtt nőt ábrázoló babát adott azoknak a kislányoknak a kezébe, akiknek már az édesanyja és a nagymamája is csak csecsemő vagy kisgyermek babákat babusgathatott. De ez valójában nem innováció volt, hanem egy nagyon merész és nagyon okos visszanyúlás a régi tradícióhoz, méghozzá a felnőtt nőt ábrázoló hölgybabák ősrégi ötletéhez. És ezt nagyon jól hozzá lehetett igazítani a 20. századi új piaci igényekhez. Hiszen a II. Világháború után a nők számára ismét fontossá vált a munka, a karrierépítés lehetősége, és ehhez új szerepmodellre volt szükség. Barbie képében egy öntudatos, sikeres, önálló nőre. Persze a Barbie babák is nagyon sokat változtak az elmúlt fél évszázadban, és társadalmi, kulturális szempontból is nagyon sokféleképpen vizsgálható a Barbie, mint jelenség, de ez egy külön történet. A porcelán babákra visszatérve, a porcelán babák is tulajdonképpen egy pici epizód a babák több ezer éves történetében, és tényleg nagyon távol állnak már a mai gyerekek világától,
De azt gondolom, hogy vitathatatlan, hogy alkalmasak ezek a babák a múlt megismerésére, és talán elhiszik nekem, hogy nagyon izgalmas dolog figyelemmel kísérni azt, hogy a porcelán babáknak a vonásait hogyan hordozza és viszi tovább a jövőben a mai babakultúra. Köszönöm a figyelmüket!